Kedves nézőnk, az a helyzet, hogy ugye lassacskán, nem is olyan lassacskán ránk köszönt az új év, itt lesz Rosh Hashanah, erről is fogok beszélgetni. Oberlander Baruch a vendégem, Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbi, a Budapest Ortodox rabbinátus vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! De abban maradtunk, hogy előtte tartsunk egy kis élménybeszámolót. Miskolcon átadták a zsidó házat. Mit is kell erről tudnunk? Hogy kell elképzelnünk ezt a házat? A zsidó ház, ez zsidó központ. Ott lehet tanulni, beszélgetni, és sok minden más. Elég nagy hely, szép. Ott volt az átadás hétfőn este, én raktam fel a mezuzát, sokan voltak, relatív sokan, sokan voltak, és a Miskolcnak van egy nagy múltja. Az volt az érdekes, ugye sok városban volt neolog ortodox közösség, status quo ortodox. Miskolcon volt ortodox haszid, ami az, a nagy közösség volt ortodox, és akkor volt még egy kisebb, az pedig haszid volt. Úgy neveztek a szefárd közösség, ami is sokan voltak, és híres rabbia, az, aki a szefárd közösségnek a rabbia, Gottlieb, sok könyvet írt, idézik ma is. Szóval Miskolcnak van egy nagy múltja. Én még emlékszem, a 90-es években jártam ott, akkor még minden nap volt minnyen. Szerinted még jó, ma már egy kicsit nem ezen a szinten van, de mégis hát próbálják még fenntartani a zsidó életet, és ez nagyon-nagyon fontos, mert nem lehet csak a fővárosra koncentrálni. Ugyanakkor ugye a fővárosban, azt mondja, Budapesten lakik a magyar zsidóságnak a 98 vagy 99%-a, de akkor is, ahol van vidéken zsidóság, tenni kell. Hát ez nagyon jó, mert erre fogok most én úgymond rákontrázni, ami ugye Miskolc, nem, akkor elkezdem az elejéről. Vasárnaptól szerda délelőttig vidéken voltam, feleségemmel kettesben csináltunk egy nagy túrát. Tulajdonképpen a Csodarabik útja túrát kettesben megcsináltuk. Hát hihetetlen érdekes volt. Szerencsén kezdtünk, Sátoraljaújhely, Tokaj, Bodrog keresztúr, és akkor a környéket teljesen bejártuk. Nagyon sok kellemes élményem volt. Volt elképesztően megdöbbentő volt viszont Bodrog keresztúr számomra. Mert ugye én látom a tudósításokból, hogy amikor a Repsájénnek van a járcátja, akkor mennyien vannak ott. Bocsánatot kérek, ezért én biztos, hogy akkor nem szívesen látogatnék oda, mert az már olyan tömeg, amit én nehezebben tudok kezelni. Van egy barátom egyébként, kérdezem tőle, mondta, hol lesz a Rosh Hashanah-kor? New York-i, azt mondja, elmegyek a legkisebb zsinagógába. Jó, hát akkor úgy látszik, nem csak egyedül én vagyok így, de az egészen döbbenetes volt, hogy 5784 Elulhavában, 2021. szeptemberének közepén, Bodrog keresztúron zsidó emberek, férfiak is jöttek, mentek, és nem csak olyanok, akikről azt látom, hogy turista, abból is rengeteg volt, és én el voltam képedve ettől. És ugye nagyon tetszett nekem az, ugye amikor először mentünk át a településen, hogy több mint tele mennyiségű gólyafészek volt fönn, és hát ugye nekem ugye eszembe jutott, ugye, hogy a gólyát éber, ugye, ha jól tudom, úgy mondják, hogy haszida, az a gólya. Tehát, hogy haszid faluban ott vannak a haszida fészkek, a gólyafészkek, elképesztően tetszett az egész. Igen, csak azt kell tudni, hogy mégis azon a környéken igazán zsidó nem lakik.
szinti helyi zsidó ott nem lakik. Jó, Budakörösszön tartozkodnak egy páran, fenntartani ott a zsinagógát, ez az, de azon a környéken, amikor valamikor tele volt zsidókkal. Hát minden faluban megnéztük a mindegyik településnek a történetét, megnéztük, egészen érdekes volt. De ami a legérdekesebb, nem tudom, ezt tudtad-e, hogy Tokajjal szemben van Bodrogzug. És Bodrogzugon van egy zsidó temető. Ahova, amikor ez megépült, egészen az állásig, csak és kizárólag kompon vagy csónakon lehetett átmenni. És most is... Igen, Tokajnak a másik oldalán. Tokaj másik oldalán. Most is, sajnos már akkor értünk oda, amikor már másfél hete megszűnt a kompjára, tehát nagyon szívesen átmentünk oda. Ez valami különösen érdekes volt számomra. Ami azt jelenti, a halottakat itt át kellett... Át kellett... Igen, azt hiszem, hogy az a régi temető. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt, és visszatérve Miskolcra, úgy zártuk az utat, hogy benéztünk Miskolcra, ugye megnéztük a temetőt, a temetőnek a gondok az nekem régi barátom, és hát ugye az, hogy milyen hihetetlen nagy az a temető, az valami elképesztő. Nagyon szépen rendben van az is tartva. És ugye ő mondja, hogy ott, hát folyamatos használatban van a temető. Tehát, hogy Miskolcon nem zárt a temető. Tehát, és közben, vannak temetések. Közben az elnök, a Deutsch Miklós, igen. Megmutatta a mikvet, ami ugye nem régen fel lett újítva. Gyönyörű, szép, és remélem, hogy tényleg sokan fogják használni. Mert ugye a mikve az még sok szempontból fontosabb, mint a zsinagóga, mert a zsinagógában bárhol, itt is lehet a salakban imádkozni. Mikve, hát az kell, hogy megfelelő legyen a rituálisan. De emlékszem, amikor az a mikve felépült, mi ide jöttünk a feleségemmel 89-ben. Szerintem egy pár héttel rá jött a Zussmann úr, ő Montrealból jött. Igen. Ő a Tasi, Nyírtasi Rebenak a gábeje volt, és feljött beszélni erről a mikvéről, azt mondja, még 89-ben, és közben most fel lett újítva, hogy ki is van írva a neve, hogy ő ezt építette, szóval ez a szép is. Nagyon remélem, hogy ugye a helyi zsidóságból minél többen csatlakozni fognak ehhez. Tehát nagyon sok. Mert ez a rabiata, a Braun, nagyon ilyen, szóval fiatal, elkötelezett. Most jött, nem olyan rég, ugye? Most nem régen jött, elkötelezett, igyekszik megtanulni magyarul, ugye külföldről jött, Izraelből. Apja ilyen festő volt, tehát ilyen kiállítás, nagyon szép, mindenféle ötletei, elmagyaráztad, miért csinálta ezt, miért csinálta azt, az is szép volt. Az is érdekes volt, hogy elmentünk Vizsolyba. Az mi? Az egy település, Vizsoly, ahol ugye ki van állítva a helyi református templomba a Károli Gáspár általi első magyar nyelvű teljes Biblia, hiszen ő ott született ez a mű. A kinomtatott... Ott, így igaz, így. Ugye ő fordította le, ő az első ember, aki lefordította a magyar nyelvre a teljeset, tehát nem csak az új szövetség részét, hanem bizony... És évszám, mikor adta ki ezt a... 1600 valamikor. Akkor adta ki. Akkor adta ki. Héber is van, vagy csak magyar? Csak magyar. Hát ugye ez görögből fordította. Nem, csak kérdésed van, hogy a héber nem, csak magyar, de nagyon érdekes volt. Meg kellett nézni, mert ugye mi rendszeresen tudunk találkozni a Károli féle fordítással, amit persze valamennyire modernizáltak, de így is rendszeresen találkozunk. Nem, azt szerintem az összes fordító abból táplálkozott. Persze, nagyon, nagyon jó volt.
És jöttünk el, és akkor a település határában valamiért megálltunk egy icipici időre, hogy egy oldalt lehúzottuk, ugye, hogy beüssön a feleségem valamit a következő helyet, hogyan közelítsük meg. És egy oldalra néz, azt mondja, Némá, itt is egy zsidó temető, és egy pici zsidó temető van Vizsolyban, és az is nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Jó, mondom, hogy mindenhol zsidók voltak, csak ezek szerint nem híres. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hihetetlen jó volt. Na, úgyhogy ez volt a miskolci zsidóház meg akkor az én kis kirándulásom, aminek számos haszit kötődése volt, mint kiderült. De azt is olvastam az interneten, hogy egy igen nagy esküvőn vettél részt, valahol Észak-Olaszországban. Igen, ez nyáron volt. Most dobta ki a gép, vagy az internet. Igen, igen, igaz. Nyáron volt, a sógaramnak a lánya házasodott. Elmentünk, ugye ez természetes volt, nagyon-nagyon szép hely. Nagyon-nagyon szép hely volt, és mindenhonnan jöttek. Ez én már figyelj, minden zsidó esküvő, ez egy élmény, a zsidó nép épül, még egy nemzedék lesz, tovább fog menni. Hát ez ugye, ezt a 3000 évvel és egy láncot, azt tovább kell adni. Ez jó, hogy mondod, a 3000 éves láncot tovább kell adni, ugye a 3000 éves lánc, amit továbbadunk, annak része az a körforgás, amiben benne vagyunk, mert ugye rövidesen itt van Rosh Hashaná, az új esztendő, 5785-et fogunk kérni. Húha, hogy készüljünk új évre? Tudom, azt tudjuk, hogy hogy nem, tehát pezsgő, konfetti, meg ilyen... Az nem kell. Az egy másik műfaj. Úgy azt tudunk, nagyon jól kezdünk a szlíhottal, a bűnbánó imával. Idén nagy kántor lesz a Vasváriban a szlíhottra, a Zorger kántor szombat este. Ugye meg két szakás volt itt Magyarországon. Vannak egy késő este, valaki korán reggel mondtak, Chabad Chassid is, más, van csak más Chassid is, este mondják. Elvileg éjfél után, de egy picit előbbre hoztunk, hogy szóval a szervezők úgy gondoltak egy kicsit előbbre, hogy többen tudjanak részt venni, és nagyon-nagyon, ez egy nagyon jó kezdése, hogy nem, hogy hirtelen lesz Rosh Hashaná, hogy már pár nappal hamarabb egy kicsit ráhangoltunk, próbáltunk legalább ráhangolni erre a megtérésre, újabb és erősebb elkötelezettséget kifejteni, elé tudjunk elindulni a következő évre, szóval ez lesz a kezdés. Ugye most már egy pár éve, hogy lefordítottuk az egész Lichot könyvet magyarra, soha nem volt korábban ennek egy fordítása, akkor az is megvan, mindenki nézheti mondhatja a Hébert is, nézheti a magyar, vagy ha nem tud olvasni, akkor ott van a magyar. Bízunk benne, hogy Isten egy nagyon jó évet fog adni, mert ez az előző év, no, arról inkább nem minősítsük azt. Na, de ezt minden évben elmondjuk, hogy az előző évet inkább nem minősítsük. Miért? Nem. Nem? Nem. Nem. Jó, csak kíváncsi voltam rá. Év volt az a háború Izraelbe, szóval ez egy, nem volt egy egyszerű dolog, de én, hát figyelj, emlékszem, hogy jöttek mondani ilyen híreket, mondta, ez azért mondják, mert nincs ma, nem tudunk hozzáférni az internethez, ezért lehet bármit mondani, ez nem is lehet igaz. Sajnos igaz volt. Szóval ez egy kemény év volt. Nem, minden év, miért mondjuk, hogy minden év rossz volt? És ugye az segítsünk abban, hogy persze ez neked elő kell venni a naptárt, hogy mikor is lesz Rosh Hashaná? Szerdán este.
Csak dátum szerint, polgári dátum szerint az október 2-án este, vagyis 3-án, 4-én lesz a sófár. Rossosan akkor a legfontosabb dolog az a sófár. Mindenről lehet beszélni, lelki felkészülés, édes alma a mézben, az mind fontos és jó, de az előírás, a legfontosabb előírás az a sófár, csütörtökön és pénteken, 3-án és 4-én. Nálunk ez körülbelül ilyen 12, de ilyen 1 óra körül lehet. Nem, 12 körül lesz az. Aztán a táslich, az csütörtökön délután, az a táslich, mi szoktunk már 30 éve megyünk ki a Dunához, a Lánchídnál, Pesti oldalon természetesen. Táslichozunk, még sófárt is fújunk, ott van olyan, aki nem jött a zsinagógába, akkor halljanak a sófártat, táncolunk. Hú, nem tudom, hol áll a Duna, mert ugye... Most már rendesen visszament a medrébe, igen, most takarítják a partot mindenhol. Mindig úgy szoktunk ott lemenni, ott a lépcsőn is szellemes. Jó lesz most is. Szóval teljesen ilyen rövid idő alatt, tehát pár nap alatt az egész víz lement, ez nagyon gyors. Hát már elhagyta az országot az ár, tehát az országot elhagyta az ár. Most még egy darabig, jó darabig nem szabad ránézni a Dunára, mert még mindig rettenetesen koszos, meg ugye azt olvasni, hogy a dunaparti településeken forrás után iható csak a víz, gyerekeknek akkor sem lehet adni, de a felnőttek ihatják, valahol igen. Még fürdeni sem szabad igen. A vízben, igen. Hát ez sajnos ez egy pár nap még ez eltelik ezzel. Gyorsan még két mondatot beszéljünk a Szliho témáról, hogy miért is a bocsánat? Bocsánatot kérünk. Elkezdjük. Vagy jól mondom? Az igazság az, hogy maga az a szó, hogy szlichot, az nem bocsánat kérés. A szlichot az Isten megbocsátja nekünk. Mi kérünk, hogy Isten bocsássa meg, és Isten azt mondja, szolláhti, hogy megbocsájtottam. Az Isten megígérte, hogy soha nem fogja rossz néven venni. Jaj, eddig is kértetek, csak gyertek vissza hozzám, én türelmesen és jó kedven várom titeket, csak jöjjetek vissza, és mindent meg lehet beszélni. Mindent legmezés, úgy próbáljunk, így igyekszünk lezárni a tavalyi évet, és aztán Rossosana pedig nem szól vétkekről, megtérésről, Rossosana az vállaljuk az Isten vállalja a világot még egy évre, mi vállaljuk az Isten vállal minket, ez a Rossosananak a lényege. Tehát az, hogy kölcsönösen vállaljuk egymást, mi is vállaljuk egymást, ember és az Isten és az ember. Mindenki vállalja. Mondd meg is erősen, nem szól ez. Ember és ember között ez a Jom Kippuri téma. De hát el kell kezdeni. Jó, igen, de mondom, tehát nézzük az imakövet, erről szól. Az imakövet, erről új szól, év, igaz. Az Isten, kérünk az Istenet, vigyen tovább a világot még egy évre. Uralkod az egész világra, mi leszünk a te néped, mindent teljesíteni fogunk. Igen, igazi katonák leszünk, de nem háborúra van szó, hanem itt katonai szolgálat, szolgáljuk az Istent. Erről szól ez a Rosh Hashanah-nak a lényege, vétkek. Sőt, van két szokás. A Vinumal Kénúban, amit ugye Magyarországon sajátos szokás egyesével szoktak mondani ünnepnapon, máshol nincs ez a, hogy egyesével mondani, csak van benne ilyen 7-8 olyan vers, ami szól, hogy bocsáss meg. Van, aki mondja,
És van, aki ezt kihagyja, mert Rosh Hashanah nincs szó vétkekről. Miért? Mert arról van szó most a globális terv, hogy Isten vállalja a világot, vállalja minket, mi elkötelezünk magunkat, akkor nincs helye a vétkeknek. Ez valahogy nem fér bele. És ezért mondom, ez a Rosh Hashanah-nak a lényege. Mi elkötelezünk magunkat. Mézről, almáról, sófáról, taslikról, szerintem ugye ez a szerda este jön be az ünnep, akkor jövő héten tudunk beszélni, reményeim szerint. Szerdán reggel. Mert akkor még jobban. Jó, megbeszéljük. Reméljük belefér. Úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy most is már mondom, hogy édes legyen a következő éve, boldogsággal teljenek minket a következő háborúkat, próbáljunk túl lenni rajta, kívánunk minden ilyesmit, de ezt még jövő héten is elmondjuk egyszer. Sona, tojvodik, haszövésze, haszöm, előlegeze mindenkinek egy jó és boldog új évet. Így igaz, és köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, és természetesen good Shabbos. Shabbos, köszönöm.